Köszöntöm Önöket, Kocsisán Brigitta vagyok. Ez pedig a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora. Izgalmas fél órának nézünk elébe, mutatom a mai témákat. Epilepszia, Parkinson-kór. Nem várt előrelépésről számolt be a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Thalamus kutatócsoportja. Nanokév. Barlangi karbonát képződmények közös vizsgálatára hoztak létre nemzetközi kutatócsoportot. Te vagy a jel. A nyelvi fejlődést is támogatja az egyedülálló hazai fejlesztésű kézjeles kommunikáció. Tranzisztor. A modern félvezetőeszköz, amely nyugdíjazta az elektroncsövet. A thalamusz és az agykéreg közötti kommunikációt vizsgálva jutott váratlan felfedezésre a Csádi László és Hádinger Nóra agykutató. A nemrég publikált eredmények olyan betegségek kutatásában is fontos előrelépést hozhatnak, mint az epilepszia vagy a Parkinson-kór. A külső ingerek feldolgozása és a gondolkodás különböző szintjei nem egyformán mennek végbe az agyunkban. A külvilágból érkező ingerek feldolgozásáért elsősorban a thalamusz felelős, amely a fő érzőpályákat fogadja, a szaglópálya kivételével. Számos információ érkezik be ide, kapcsolódik össze és halad tovább többek közt az agykéreg felé, vagyis az agy lebenyeinek külső rétegeihez. Az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet szakemberei most a Lausanne-i Egyetemmel együttműködve új kommunikációs csatornára bukkantak az agykéreg és a thalamusz között. Az erről szóló tanulmány a legrangosabb idegtudományi folyóiratban, a Nature Neuroscience-ben jelent meg. Erről a pályáról egész eddig úgy gondolták, hogy valójában az egész agykéregben egy homogén szerkezetet mutat, pontosan ugyanúgy néz ki az egyszerűbb, közvetlen érzékszervi információkkal dolgozó területeken, mint a bonyolult gondolkodással kapcsolatú idegterületeken. A mi felfedezésünk lényege az az, hogy ez nem igaz, mert minőségbeli különbség van a két terület között. Úgy tűnik, hogy a gondolkodással kapcsolatos, és ugye ez elsősorban homloklebeny, más összeköttetéseket alkot, mint az érzékszervekkel kapcsolatos terület. Az agykéregről már nagyon régóta tudjuk, hogy rengetegféle funkciót betölt. Vannak a látásért, a hallásért felelős részei, de ugyanígy a mozgásért, vagy az ilyen komplexebb gondolkodásért, a rövidtávú memóriának a fenntartásáért, döntések hozásáért felelős területei, és ezek térben elég jól elkülönülnek. Azt is tudjuk már nagyon régóta, hogy az összes agykérgi terület a thalamusszal kapcsolatban áll, viszont eddig arra nem nagyon terjedtek ki a kutatások, hogy akkor vajon a két agyterületnek a kapcsolata különbözik-e, ugye az szerint, hogy az adott kérgi terület, ami részt vesz ebben a kapcsolatban, ez milyen funkciót tölt be. Az Acsádi csoport 6 éves munkája során ez egy olyan felfedezés volt, amire a kutatások megkezdésekor maguk sem számítottak. A kolléganőm Hádinger Nóra nézett rá erre a területre, ahol ugye mi elvileg nem számítottunk erre a pálya létezésére, de ugye ő, mint jó szemű kutató, meglátta, hogy ez a két idegrendszer terület kapcsolatban van egymással, amit ugye eddig soha senki nem látott. Jött hozzám, hogy meggyőzzön, először nem is akartam neki elhinni, mondtam, ez biztos, hogy tévedés, hiszen tudjuk, hogy nincs összekötve, de aztán újabb és újabb kísérletek, és annyira egyértelmű volt a válasz, hogy valóban kiderült, hogy sikerült felfedeznünk egy új kommunikációs csatornát az agykéreg és a thalamusz között. A thalamusz és az agykéreg oda-vissza kapcsolatban van egymással, vagyis bizonyos kommunikációs pályák az ingerek serkentéséért, mások azok gátlásáért felelősek. Ezeknek felborult egyensúlya számos neurológiai betegségben kulcsfontosságú, mint amilyen az epilepszia, a skizofrénia, a krónikus fájdalom vagy a Parkinson-kór. A most felfedezett idegpálya a gátlásban játszik nélkülözhetetlen szerepet, ezért is fontos az ismerete az agykutatásban. Ha csak serkentő sejtek lennének összekapcsolva, akkor egy idő után túlgerjesztené magát a rendszer. Ez történik az epilepsziánál például, amikor a serkentés túlsúlyba kerül a gátláshoz képest, és egy olyan szintű aktivitás
fokozódás játszik le, ami egyrészt a rohamokhoz vezet, másrészt ugye a sejteknek a pusztulását okozza, és ezáltal ugye ez egy egyre erősödő folyamat. Mindez a további kutatásoknak is irányt szabhat. Két irányba szeretnénk tovább menni. Az egyik az, hogy kiderüljön számunkra, hogy valóban egy komplex, bonyolultabb feladat vagy viselkedés közben mi a szerepe ennek a pályának abban, hogy irányítja a thalamusz aktivitást. A másik lehetséges és fontos irány, hogy olyan idegrendszeri megbetegedésekben, amelyek úgy tűnik, hogy ez a pálya komoly szerepet játszhat, valóban állati modellekbe kimutatni, hogy a betegség tüneteinek kialakításában mekkora szerepe van ennek az új pályának. Az Acsádi csoport felfedezése tehát számos krónikus neurológiai és neuropszichiátriai betegség megértésében lehet fontos mérföldkő. Biztosan sokan hallottak már a jégbarlangokról, amelyek nem csupán a szépségük miatt érdekesek, hanem azért is, mert a bennük felelhető apró kőzetek kaput nyithatnak a múltra, és mesélhetnek a régmúlt idők klímaváltozásairól is. Persze, csak ha hozzáértő szemmel és megfelelő műszerekkel vizsgálják őket a kutatók. A klímakutatásban nélkülözhetetlen ismeretanyagot kínálnak azok a barlangi karbonát képződmények, amelyeket most közösen kutatnak osztrák és magyar szakemberek. A természetben gyakran előforduló ismert karbonátok közé tartozik a kálciumkarbonát, a magnéziumkarbonát és a dolomit, amelyek kőzetalkotó ásványok. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat és az Innsbrucki negyedidőszak kutatócsoport együttműködésében az úgynevezett kriogén karbonátokat, vagyis a fagypont körüli hőmérsékleten képződő karbonátokat vizsgálják a szakemberek, amelyek elsősorban barlangokban képződtek. Van egy szűkebb és egy tágabb értelmezése. A tágabb értelmezése azt jelenti, hogy minden olyan karbonát, ami kriogén, tehát a fagypont közeli hőmérsékleten képződik. Na most az, aminek nagy jelentősége van ilyen klimatológiai, paleoklíma szempontjából, azok az úgynevezett durva kristályos kriogén karbonátok. Ugye ez hol fordul elő? Ez a magas hegységekben, vagy pedig a sarkvidékekhez közel, mondjuk gondoljuk például Szibériára. A barlangokban található kriogénkarbonátok sok mindenről mesélnek a szakembereknek, többek között képződési koruk, szövetük és geokémiai összetételük által. Azt segítik megérteni, mikor és milyen körülmények között kezdett el olvadni az éveken át fagyott állapotban lévő talaj, illetve hogy milyen klímaváltozások zajlottak ekkor a Földön. Ezek úgy képződnek, hogy a permafrost megolvadásával a talaj víz be tud szivárogni egy barlangba, jelen esetben egy jégbarlangba, ugye jég veszi körül, és a víz kifagy, és kiválik ez a kriogén karbonát. Ezek több százezer évesek egyébként, amikről beszélgetünk, ezek a kriogénkor, vannak köztük olyanok is, hogy az adott időben, ez egyébként egész jól korolható, akkor azt meg tudjuk mondani, hogy ott addig biztosan elhúzódott a jég, illetve az oxigénizotópokban, illetve a geokémiai jellegéből pedig magára a környezeti viszonyokra még további információkat tudunk megadni. A kutatások alapvetően Ausztriában zajlanak, ahol nagyobb számban fordulnak elő a kriogén karbonátok. Ha bemegyünk a barlang belsejébe, egy klasszikus jégbarlangba, és erre egy jó példa ez az Ice Riesenwelt jégbarlang, ahol a barlang belsejében folyamatosan ez 0 fok körüli hőmérséklet van, és nekünk ez kell, és hogy ne legyen közvetlen kapcsolat a kinti levegővel. A kriogénkarbonátok vizsgálata során fontos a kiváló karbonátok azonosítása, nanoszerkezeti jellemzése és az átalakulási folyamatok ismerete. Az osztrák és magyar kutatók egymást kiegészítő területeken működnek együtt. Ezt a kutatást, tehát maga az mintáknak a gyűjtést, ezt végzik a külföldi, az osztrák kutató társaink, akik gyakorlatilag akár köteleken leereszkednek ezekbe a jégbarlangokba, és hát kalapáccsal kivésik. Illetve a másik lehetőség az, hogyha ezek a karbonátok, ugye a jég elolvad, idővel, hogy jobban melegszik akár egy barlang része, és akkor ezek a karbonátok, ezek ott maradnak ezen a barlangi talajon. És akkor felszedik őket, és akkor beviszik a laboratóriumba, megmérik a geokémiai összetételét,
másik részüket pedig elhozzák ide Magyarországra. Ezért alakult meg ez a kutatócsoportunk, hogy gyakorlatilag mi pedig ennek a nagy műszeres vizsgálatát végzük, és ezt szeretnénk megérteni, hogy ez a kivállás, ezeknek a krioin karbonátnak a képződése, hogy zajlik, hogy lesznek ilyen nagyok, mi adja a színüket, miért ilyen különleges a geokémiai jellegük. A magyar-osztrák együttműködéstől a kutatók további szakmai sikereket remélnek, pályázatokon és közösen szervezett szakmai rendezvényeken egyaránt. Elstartolt Európa első Jupiter szondája, a bolygó jeges holdjait felderítő Jupiter Icy Moons Explorer. Az űrszonda közel 8 évig tartó utazás után várhatóan 2031. júliusában fog megérkezni a Jupiterhez. Fő célpontja a Ganymedes lesz, amely körül pályára is áll, majd küldetése végén 2035-ben becsapódik a felszínébe. Előtte azonban a naprendszerre legnagyobb bolygóját, valamint annak környezetét és három jeges holdját, az Európát, a Ganymédeszt és a Kallisztót is megvizsgálja majd minden eddiginél részletesebben. És többek között a primitív létformákra utaló lehetséges jeleket, illetve az élet létrejöttéhez szükséges fizikai és kémiai feltételek meglétét is kutatni fogja. A szonda elkészítésében magyar kutatóintézetek és cégek is közreműködtek. A fedélzeti műszerek közül a magnetométer és a részecskesugárzási környezet vizsgálatára készült műszeregyüttes fejlesztésében és tesztelésében az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont és az SGF Kft. Munkatársai vettek részt. Az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont szakemberei pedig a magnetométer adatainak feldolgozásában és értelmezésében vállalnak szerepet. Ezen felül a miskolci Admatis Kft. Több rétegű fólia alapú hővédő borítást készített a szonda egyik egységéhez. A kölcsönös megértés kincse a te kezedben van. Ez a jelmondata annak a Magyarországon egyedülállóan kifejlesztett kézjeles kommunikációnak, amelyben 169 egyedi jelentéssel bíró kézjelet dolgozott ki Puskás Krisztina, a módszer megalkotója, három gyermekes édesanya. Két kisebbik gyermekénél már kézjelekkel kommunikáltak. Ez időszak alatt pedig megtapasztalhatta, hogy megérteni egy még nem beszélő csöpséget felér egy csodával. Az átélt rengeteg pozitív élmény arra ösztönözte, hogy minél több embernek megmutassa ezt a különleges módszert. Sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Ma a kézjeles kommunikációról fogok nektek mesélni. Mégpedig arról a kézjeles kommunikációról, amely teljes mértékben magyar találmány, Puskás Krisztina módszertana. Az egyébként közgazdász végzettségű hölgy még kismamaként gyermeke nevelése közben találta ki ezt az egyedi kommunikációs formát. A módszer alapvetően a magyar jelnyelv jelein alapul, de nonverbális jeleket, új mozgásokat, fantáziaedző mozdulatokat és a kulturális kincsünk jeleit is tartalmazza. Magát a módszer több úton, módon lehet elsajátítani. Az egyik módja az, hogy a te vagy a jel alkalmazást használják a felhasználók. Ez egy nagyon komplex adatbázis, ami én úgy tudom, hogy világszinten egyedülálló. Jelnyelvi nemzet és nemzetközi kutatási anyagokat felhasználva az emberi mozgást, mint olyat én ízekre szedtem, és röpke 166 szűrő működik most ebben az adatbázisban. Ezeket folyamatosan alakítom és fejlesztem, úgyhogy folyamatos az adatfeltöltés. És jelen pillanatban 404 úgynevezett jelszókincs található benne. Ezek olyan típusú jelzések, amelyek valamilyen jelentéssel bírnak. Appa. Appa. Labda. Labda.
A kézjeles kommunikáció minden korosztálynak hasznos. Pici babákkal lehetővé teszi a kommunikációt, mivel alapvető szükségleteket, játékokat vagy napi rutint is kifejezhetünk vele. Így a gyermekek sokkal hamarabb jutnak kommunikációs lehetőséghez. Az óvodás korosztály számára dalokkal, mondókákkal a finom motorikát fejleszti, az iskolában pedig a tanítás során segíti a kommunikációt. A piciknél, mondjuk a bölcsiskorúaknál, vagy a még kisebbeknél egészen óvodáig lehet használni ezeket a jeleket ugye a kommunikáció megsegítésére, támogatására. Úgy, ahogy nonverbális jelekkel kísérjük a mondandónkat, mikor egy gyermekkel beszélünk, ugye szépen artikulálunk, lassan beszélünk, ezek az elemek ugyanígy megvannak és megmaradnak. Tehát mindenképpen fontos, hogy ki is ejtsük az adott szót, amit éppen jelesítünk, de ugye a meglévő nonverbális repertoár mellé teszünk még más jeleket is. Míg a kisebbeknek a 36 kártyát tartalmazó mutimek kártyák segítenek a tanulásban, az idősebbeknek a finom motorika szinten tartása érdekében a Finom motorika mérése kézformákkal című kiadvány ajánlott. Ez egy egész komplex kiadványra sikeredett, 120 kérdést tartalmaz, vagy 120 feladatot. 30 kártya van a pakliban, mindegyik kártyához tartozik egy kézforma. Például ez egy kézforma benne, vagy a mutatójunkat felnyújtjuk, vagy épp kitárjuk a kezünket, ebből van 30 darab. Ezek a gyermekek, a pici gyerekeknek a mozgás fejlődését alapul véve vannak sorrendbe rakva, és ezekhez vannak az egyes kártya hátoldalán feladatok. Ezzel a 120 feladattal fel lehet mérni az ember mozgásainak az egyes elemeit. Nagyon sok aspektus szempontjából, például testtudat, térérzékelés, testséma, mozgásformák végrehajtása, finom motorika és asszociáció, amit ezzel a kártyával egészében mérünk, és közel 700 szempontot veszünk figyelembe, nem kell megijedni, ezt nem önállóan kell kiértékelni, hanem ehhez van egy ingyenesen letölthető form, ami előre be van programozva, és lényegében a testsort kitöltését követően egy gombnyomással ezt az egyedi fejlesztési tervet le lehet generálni, és utána célirányosan az alkalmazásból lehet a fejlesztéseket elvégezni. Az első kézforma, amit megmutatunk, az ez lesz. Betesszük ide a hüvelykujjunkat, jó mélyen, úgy, és rácsukjuk a többi ujjunkat. Nagyon jó. Egy picit így tartjuk, ugyanis elképzelhető, hogy ha ezt gyorsan megformáljuk, valamint bontjuk is, akkor nem biztos, hogy kijön az, hogy esetleg fáj ott valami. Akár itt a csuklótól kezdődően, akár az egész karra kihathatnak ezek a mozdulatok, úgyhogy figyelni kell a teljes kart, hogy érződik-e valahol fájdalom. Krisztina jelenleg személyesen és online magánembereket oktat. Több gyermek otthonban az óvis korosztályt fejleszti, szerte az országban előadásokat tart, valamint szülőket és pedagógusokat is tanít. Alapvetően nekem a legfőbb célom az, hogy minél több ember kezébe juttathassak célirányosan minél több jelzést a differenciált finomotorikus mozgás kapcsán, óvodákon, bölcsödéken, iskolákon keresztül, akár idősek otthonán keresztül, vagy épp rehabilitációs központokon keresztül, kórházakon keresztül. Ehhez mindenképpen kutatásokra van szükség. Hogy a módszer mely területeken milyen hatékonysággal bír, mit lehet vele fejleszteni. Krisztina ezidáig 5 hazai egyetemen kapott lehetőséget arra, hogy meghívott előadóként bemutassa módszerét. A Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karával pedig éppen egy pilot kutatás zajlik, ahol értelmileg akadályozott gyermekek fejlődését vizsgálják. A kézjeles kommunikáció a rehabilitációban is segíthet, sztrókot kapott betegeknél a kéz tornáztatására is alkalmas lehet. A modern elektronika fő alappillére a három rétegű félvezető eszköz, vagyis a tranzisztor, amelyet 1948-ban szabadalmaztattak. Az 50-es évektől aztán pár év alatt ki is szorította a piacról elődeit, az elektroncsöveket. Először ezzel játszogatni kellett, próbálgatni, hogy hova tegyék rá,
De hát aztán, amikor ennek kitalálták a technikáját, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, akkor az egészet bedobozolták egy üvegcsőbe, és onnantól kezdve nem kellett játszogatni vele, tehát létrejöttek az üvegcsöves diódák. Örökzöldé vált sláger is született saját kora sztárjáról, a tranzisztorról. Megjelenéséig az 50-es évekig kellett várnunk. Lehet születésnapot is kijelölni, például akkor, amikor Nobel-díjat kaptak a kitalálói, a Barden, Brötén és Shaklee. De hát mint minden esetben itt is az figyelhető meg, hogy nagyon sokan dolgoztak ezen a területen. Nem csak Amerikában, hanem például Magyarországon is, meg a Szovjetunióban is. Nagyon előrehaladott munkálatok folytak ezen a téren. A Barden, Brötén és Shaklee-nak a Bell laboratóriumja sikerült bizonyítania, hogy nagyjából értik a működését ennek az eszköznek, és azt is tudták, hogy hogyan lehet ezt gyártani. A tranzisztor egy háromrétegű félvezető eszköz, amelyet jelek erősítésére, továbbítására és kapcsolására alkalmaztak. Működési elve, hogy a tranzisztorban a vezérlő elektródájára, azaz a bázisra juttatott feszültség hatására a másik két elektródán az átmenet kinyit, lehetővé téve ezzel az áram áramlását. Nem kell hozzá az elektroncsöveknél megszokott vákum, nem kell hozzá üvegtechnika, nem kell bonyolult szerelés, hanem az akkor egyre inkább fölkapott félvezető anyagoknak a felületén lehetett kialakítani olyan áramköröket, ami ugyanazt tudta elvégezni, mint amit az elektroncső tudott. Mit tudott ezt csinálni? Először is egyenirányítani tudott. Tehát egyik irányba vezette az áramot, a másik irányba nem vezette. Ezt úgy is hívták, hogy dióda. Tehát először a területben a szilícium diódák és a germánium diódák voltak a meghatározók, ugyanis például a rádiókban az egyenirányítást, ami az akkori rádiókban egy fontos dolog volt, azért, hogy lehessen a hallgatóba hallani a zenét és a beszédet, a hullám egyik felét le kellett vágni. Hát erre kiválóan alkalmas volt ez a szilícium vagy germánium dióda, ami úgy működött, hogy egy kis kristály felületét kellett egy vékony tűvel megérinteni, és hogyha ügyesen érintették meg jó helyen, ügyes technikával, akkor végül is a hullámnak az egyik felét levágta. Ezt úgy is nevezték, hogy macskabajusz dióda, mert az a kis drótocska olyan volt, mint egy kis macskabajusz. Hát először ezzel játszogatni kellett, próbálgatni, hogy hova tegyék rá, de hát aztán, amikor ennek kitalálták a technikáját, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, akkor az egészet bedobozolták egy üvegcsőbe, és onnantól kezdve nem kellett játszogatni vele, tehát létrejöttek az üvegcsöves diódák. Az addig domináns elektroncsövek gyártása bonyolult volt, hűtésüket is meg kellett oldani, az élettartamuk pedig néhány ezer óra volt. Ahhoz, hogy valami hasznos működés lehessen, például számítógépet építeni, több ezret kellett beépíteni egy számítógépbe, ami egyrészt nagy helyet foglalt, kitöltött egy szobát, másrészt nagyon rengeteg meleget csinált, harmadszor pedig az élettartama rövid volt, mert elromlott egy cső, akkor elromlott az egész működés. Úgyhogy ezért ott volt az óriási hajtóerő, hogy ezt másként kéne csinálni, szilárd testen és nem vákum technikával. Először elkezdték készíteni az ilyen kis üvegtokos tranzisztorokat, mint például ezen itt látható. Ezek a kis vékony kis üvegbe voltak betéve, aztán tettek rá egy kupakot, aztán ilyen kis kalapot tettek rá, és akkor a három kivezetését, ami a tranzisztorhoz szükséges, azokat bekötötték egy áramkörbe. Ezen a kis összeállításon is lehet látni a fejlődését az egésznek. Először ilyen hosszú lábúak voltak, azért, hogy az áramkörbe be lehessen kötni őket, és utána egyre rövidebb lábúak lettek, ugyanis hát egyre többet akartak belük felhasználni. A tranzisztorhoz és az integrált áramkörhöz köthető a Moore-törvény, mely szerint az integrált áramkörökben lévő tranzisztorok száma másfél évente megduplázódik. A gyakorlatban a fejlődés kicsit lassabb, mert a tranzisztorok száma két évente duplázódik. Nagyon fontos igény volt, hogy a tranzisztorral ne csak egyénirányítás, hanem erősíteni is lehessen. Itt lehet látni a tranzisztorok evolúcióját, ezek a legelső orosz gyártmányú tranzisztorok, ami csak néhány évvel később született, mint egyáltalán Amerikában a tranzisztorgyártás. Itt pedig szintén lehet látni a tranzisztorok teljes fejlődését. Először üvegtokba szerelték őket, utána ilyen kalapos fémtokba, aztán utána egyre rövidebb lábúak lettek, meg egyre sűrűbben lehetett összeépíteni bennük egy alkatrészt, és végül ezeket az egészen apró úgynevezett chip tranzisztorokat lehet látni, mert olyan, mint egy mágszem, és ezeket a mágszemeket építettek rá ilyen kis panelekre, ami egy modulként az integrált áramkörnek az előfutára volt. Ez még diszkrét elemekből állt, és a meghatározó elem a tranzisztor volt.
Bár a mai adásunk véget ért, ne aggódjanak, a jövő héten újra találkozunk, amikor megnézzük, hogyan néz ki egy robotasszisztált agyműtét. Adásainkat addig is újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Lájkolják a Facebook oldalunkat is, ahol további érdekességekkel várjuk Önöket. Javaslataikat és észrevételeiket elküldhetik e-mail címünkre az info@novumtv.hu-ra. Most búcsúzom, egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra! Készült a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alap támogatásával.